Az eléggé hűvös és esős tavasz után hirtelen nyakunkba szakadt a 30-33 fokos meleg, és nem nagyon voltunk rá felkészülve. De most meg kell élni minden napjainkat úgy, hogy helyesen viselkedjünk ebbe a nagy hőségbe, kezdve a pici babától és az időskori betegekig. A pici babákra nagyon kell odafigyelni a szülőknek, például, hogy szabaddá tegyük a babáknak a karjukat, a lábukat, hogy a helyiség, ahol tartózkodik a baba, lefekvés előtt, mikor már lehűlt a levegő, át legyen szellőztetve, hogy hűljön egy picikét a szoba. Nagyon fontos, hogy betartjuk a babának az ivásnak a folyadékbevitelét. Nagyon fontos, hogy ne csak teját, hanem sima, egyszerű babavizet is kapjanak a gyerekek. Ilyenkor a babák nem igénylik annyira az ételt, kevesebbet talán fognak enni. Ne próbáljuk belevinni a babát abba, hogy kényszerítjük őket, inkább adjuk egy pici gyümölcset neki, és folyadékot, és ha tesszük le aludni, sötétítjük be az ablakot, hogy a egyenes napsugár ne érje a babának a kiságyát, és kivinni természetesen már 11 órától körülbelül 3-4-ig nem ajánlott a babát, mivel hogy nagy a hőség, hanem már inkább este felé vigyük ki sétálni, és akkor nincs a babának se, és az anyukának sincs olyan meleg. Míg arra figyeljünk, hogy hát az ételeket, amiket készítünk a babának, mindig frissen adjuk neki oda, és hogyha tároljuk, akkor helyesen tároljuk, hűtve tároljuk az ételeket. Ami a felnőtteket és az idős korú embereket illeti, ott oda kell figyelni például, hogy a gyógyszereket pontosan szedjék. Nagyon befolyásolja a meleg a vérnyomást, nagyon befolyásolja azoknak a betegeknek az állapotát, akinek valamilyen szív problémája vagy ér problémái vannak. Ezért fontos, hogy tartsuk be azokat az előírásokat, azokat a gyógyszereket bevenni, amiket az orvos előírt nekünk. Úgy szintén a folyadékbevitelre szeretném felhívni a figyelmet. Itt is nem üdítőt, nem édes dolgokat kell inni. Mindig az egyszerű, a sima víz a legegészségesebb dolog, és kalóriába is egy picikét hát lejjebb tudja vinni a dolgot. Nagyon fontos az ételek is, amiket elfogyasztunk. Kerüljük egy picikét a nehéz, a zsíros ételeket, inkább a könnyebb, a gyümölcs, a zöldségeket fogyasszuk. Ez is elősegíti, hogy könnyebben viseljük el a meleget. A felnőttekre is vonatkozik az, ami a babákra, hogy ha csak módja van, akkor igyekezzünk árnyékos helyen tölteni a napot. Problémás egy kicsikét, én mindig ilyen gondnak tartom fel azt, hogy légkondicionálót használunk a helyiségekbe, és akkor a nagyon lehűtött helyiségből kimegyünk a 30-33 fokos melegre. Ezért én azt ajánlom, hogy a légkondit ne 17, ne 20 fokra állítjuk be, hanem legyen az a 24 fok, ahol már egy picikét kellemesebben érezzük magunkat, de mégis nincs meg az a hőmérséklet különbség, mikor a benti hűtött helyiségből átmegyünk a 30-33 fokos melegre. Nagyon-nagyon lényeges dolog az, hogy ha vannak olyan kialakított területek vagy helyiségek, ahol napközben is be lehet menni, hogy lehűteni magunkat, vagy például a nagyobb városokban vannak szökőkutak, és van rá lehetőség, hogy használjuk és felfrissítsük legalább arcunkat, kezünket, a lábunkat, ezeket a dolgokat is használjuk ki, és akkor így könnyebben elviselhető a hőség.